Szakadó hóesésben várta vendégeit a két útközi Gréfő kastély advent első vasárnapján, hogy immár negyedik alkalommal gyújtsák meg a kastélynál közösen az adventi koszorú első gyertyáját és készüljenek az ünnepre. A tulajdonosok Szerencsés György és Szepesi Péter ide várták azokat a barátokat, ismerősöket és azokat, akik figyelemmel kísérik az ország egyetlen, teljesen szecessziós kastélyának felújítását. A két útközi adventek minden évben a jótékonyság jegyében telnek. Idén is nemes célt találtak a tulajdonosok. Az idei évben a Poroszlói Idősek Otthonának gyűjtünk, ami azt jelenti, hogy szintén barátok segítettek, és nagyon gyönyörű tombola ajándékokat hoztak, tehát ki fogunk sorsolni. Tombolát árulunk, és reméljük, hogy nagyon sok pénz fog összegyűlni az Idősek Otthonának, és hogy jó célra fogják költeni. A jótékonyság mellett édes pillanatok is voltak a rendezvényen. Már hagyomány, hogy adventkor megrendezik a süteménysütő versenyt 7 kategóriában, amire idén több mint 40 édességgel neveztek. Várták többek között a nagymama süteményét, a legfinomabb férfi alkotta süteményt, a legvarázslatosabb adventi sütit és a legfinomabb slow living süteményt is. A zsűrizésben részt vett Heves megye nagykövete, Kovács Kati művésznő is. Mindig ámulattal nézem, hogy micsoda türelmük van az embereknek süteményeket készíteni. Ez egy nagyon jó ötlet, mert összehozza a közösséget, és mindannyian tudjuk, hogy a közösség összetartó ereje milyen hatása van a lelkekre, hogy az emberek sokkal boldogabbak, ha találkoznak másokkal, megoszthatják a gondjaikat, örömeiket, úgyhogy igenis nagyon fontos mindenféle ünnep, és ez az advent, ez egy külön szépsége a történetünknek, a történelmünknek is. Az ökumenikus adventi gyertyagyújtás után a meghitt ünnepi műsorról az Egerlövői Együtt Egymásért Klub gondoskodott versekkel és közös énekkel, majd Nyári Károly előadásában hallhattak karácsonyi dalokat a jelenlévők. May all your Christmas is divine.